A Tomcsa Sándor Színház szombaton délután 17 órától indította a Kulissza elnevezésű rendezvény sorozatát, melynek égisze alatt tartották a Színház a kulisszák mögött nevű rendezvényt, azaz az érdeklődők egy sétát tehettek a Tomcsa Sándor Színház láthatatlan tereiben. Mindenek előtt Csurulya Csongor művészeti vezető a székelyudvarhelyi színház rövid történetét ismertette az érdeklődőkkel. Majd ezután a művészeti vezető idegen vezetésével elindulhatott a színfalak mögé tekintés. Fel a lépcsőn, majd előre a folyósókon, míg végül eljutott a csapat a színpad fölé. A művészeti vezető ezután az öltözőkbe és a ruhatárba vezetett, aztán a színpad alá is benéztünk. De nem maradhatott ki a színházas berkekben csak zsebnek nevezett szertár bemutatása sem. A kulisszák mögötti séta végül a nagyteremben ért véget. Ezzel a programmal a székelyudvarhelyi közönséget szeretnék közelebb vinni a színházhoz. Gondoljuk, hogy reméljük, hogy felkelti majd az érdeklődését a nézőknek ezekre. Ez a megközelítése a színház, mint intézmény és mint működési rendszer, mint gépezet, és reméljük, hogy ennek majd lesz egy olyan hozadéka, hogy egyre kíváncsiabban és egyre többen jönnek majd színházunkban. Egy hosszabb rendezvénysorozat, ugye ez havonta minden hónap meg fogunk ismételni, azaz más, nem ezt ismételjük, mert mindig más tematikával fogunk jelentkezni. Ugye hát most Tomcsa Sándor színházunk névadójának munkásságáiból láthatnak szemelőnyeket a éppen itt megjelenők, és jövő hónapra pedig már a görög mitológiai történetek lesz a téma.